Egy esős tavaszi délután a dévaványai túzokvédelmi állomásra két tojás érkezett. Ez önmagában nem is lett volna különleges, csak hogy ez a kettő nem túzok tojás volt. Egy közelben található parlagisas fészekből hozták őket a Körös-Maros Nemzeti Park munkatársai, miután bejelentés érkezett, hogy egy elpusztult parlagisast találtak a fészektől nem messze. Sajnálatos módon a kotló madár mellett a hímet megtaláltuk elpusztulva a fészektől durán 200 méterre, és hát ilyenkor általában a mentés az egyetlen egy megoldás. A hímmadár fontos szerepet vállal a költésben, és a tojómadárnak ő hordja a táplálékot, illetve amikor elmegy a tojómadár komfort mozgásra, a hím is ugye felváltva, ő is nagyon fontos szerepet vállal abba, hogy a tojásokat melegítse. Sajnos ez a madár már két napja el volt pusztul, amikor a területre kiértünk, a tojómadár hiába várta a párját a táplálékkal, illetve a váltással, nem történt meg, ezért egyetlen egy dolog maradt, a tojásoknak a mentése. A későbbi vizsgálatok eredményéből kiderült, hogy a hím madár halálát mérgezés okozta. Bár esős, hűvös idő volt, mégis sikerült épségben kimenteni a tojásokat a magas nyárfáról. A túzokvédelmi állomás munkatársai vették gondjaikba őket. A feladat nem volt könnyű, hiszen a parlagisas tojásának keltetéséről nem sok információ áll a szakemberek rendelkezésére. Nem voltak számszerű adatok, hogy pontosan milyen paraméterekre kell beállítani egy keltetőt. Azt tudtuk, hogy nem túlzok, tudtuk, hogy 37,4 Celsius fok körül lehet a hőmérséklet, de hogy biztosan nem volt leírva. Beállítottuk ezekre a paraméterekre, és sikeresen kikelt először Gizi, és aztán Bendegúz, mert ezekre a nevekre kereszteltük el a hím és a tojó madara. És hát itt 2,5 hétig neveltük őket, a gondozónők nagyon szerették őket. A keltetés és nevelés során a kutatók az embrió szívverésétől kezdve a tojás tömegveszteségén át a csibék tömeggyarapodásáig minden adatot rögzítettek. Egész más volt, mint egy túzokot nevelni, sokkal könnyebb, azt kell, hogy mondjam, mint egy túzokot felnevelni, sokkal látványosabb ugye a tömeggyarapodásuk, mint egy kis túzoknak, tehát ezeknek a madaraknak 60 nap alatt ki kell repülniük a fészekből, míg egy túzok anyányi testméret az azért 5-6 hónap alatt éri el, tehát ez nagyon fontos, hogy látványos volt a növekedésük, és ahogy nőnek, ahogy erősödtek, ahogy beszélgettek, és ahogy verekedtek, persze ezt sem szabad elfelejteni, tehát egy nagyon élménydús volt. Gizi és Bendegúz irányában hamarosan erős vonzalom alakult ki az őket körülvevő emberekben. Azonban a fiókák érdekében el kellett kerülni, hogy ez a kötődés kölcsönös legyen. Ha ugyanis vadon élő madarakként nem zavarja őket az ember jelenléte, az igen veszélyes számukra. Így aztán 2 héttel kikelésük után eljött az ideje, hogy fajtársaik között találjanak otthonra. Mennyi idő alatt érünk oda a fészekhez? Nem is baj, hogy kicsit éhesek a madarak.
felmegyünk egy olyan fára, amivel biztosan van fióka. Hasonló korúak a fiókák, mint az általunk nevelt madarak. Nagyon reméljük, hogy két fióka van benne, és a mi nevelt madaraink közül egyet be tudunk helyezni ebbe a fészekbe. Szerintem nagyon nagy esélyei vannak túlélésre, mivel a szülőmadarak nagyon jó vadászmadárnak bizonyultak. A fönti táplálék maradványokat figyelembe véve, táplálék bőség van a fészekbe. 3 egykorú fióka, az egyik durván 5 nappal idősebb lehet, de ez nem fog problémát okozni. Tehát nagyon, nagyon nagy eséllyel van szerintem a madárnak, hogy kirepüljön ebből a fészekből. Bendegúzon van a sor. Ő egy a testvérétől néhány kilométerre lévő fészekbe kerül. Magyarországon az elmúlt 10 év során 5 esetben fordult elő, hogy parlagisas fiókákat idegen szülők fészkébe helyeztek. Levegőben van a fióka! A szakemberek nagy gonddal választják ki az új szülőket. Figyelembe véve a terület eltartó képességét, a saspár nevelésben való jártasságát és a meglévő fiókák életkorát. Az eddigi tapasztalatok szerint a mostoha szülők és testvérek befogadják a kis újoncokat. Igen, hál' Istennek sikerült a másik kismadarat is felvinni a fészekbe. Ebben szerencsésen egy fióka van, pár nappal idősebb. Táplálék volt a fészekbe, tehát nagyon jó esélyekkel indul neki ez is az életnek. Kicsit nehezítette a mászás, az erős szél összegubancolta fenn a kötelet, de hál' Istennek megoldódott. És hát nagyon boldog vagyok, mert ezeket a tojásokat én hoztam le a fészekből, és hál' Istennek a fiókákat vissza tudtuk vinni, úgyhogy remélem sikerülni fog, és sikeres lesz, és sikeresen ki fognak repülni ezek a madarak. Gizi és Bendegúz apjuk halála után új esélyt kapott. Sorsukat izgalommal követik nyomon a Parlagi Sasvédelmi Projekt munkatársai.